Átélt már tragédiát, és bár a karácsony gyönyörű időszak, de ilyenkor, karácsonykor sokatok gondol az öngyilkosságra. Depressziós, úgy érzi, mindenkit elveszített. Nincs meg neki az, amit szeretne, nem tudja megvenni a gyerekeinek azt, ami kell nekik, szóval sokaknak lehangoló ez az időszak. De ha Isten rád bízta ezt az ajándékot, ezt a keresztet, akkor tekints rá a képpen. Bízik bennem, ahogy az anyjában is bízik. utok azt gondolja, kicsi vagyok. Hát kis Szent Teréz is kicsi volt. Mind kicsik vagyunk Isten szemében. El tudod képzelni azt, hogy Pétert, Jakabot vagy Jánost gyereknek szólítsuk? Szeretnie itt bárki, hogy azt mondják rá, hogy gyerek. Főleg, ha már benne jár a korban. Az úr azonban gyermeknek szólította őket, és azt mondta, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Szerintem úgy kell tekintenünk Istenre, mint az atyánkra. Most az atya évében vagyunk. Már vagy tízszer elmondtam, hogy nem tudom, milyen egy apa. Csupán hétszer láttam az enyémet, így nem tudom, hogy milyen egy apa. Az anyát, nagymamát, nagypapát, nagybácsit és nagynénit tudom, de az apát nem. Nyilván máshogy tekintek az atya Istenre, mint te. De folyamatosan tanulom, hogy ő valóban az atyám, hiszen az atya Isten volt az, aki lelket lehet belém, és úgy döntött, hogy létezem. Hát nem csodálatos. Bízik bennem. Egész életemben bízott. Bízott abban, hogy életem során hűséges maradok hozzá. Néha, ha így tekintesz a helyzetre, bizony fájdalom tölti el a szívedet, mert nem akarsz csalódást okozni neki. Senki se akar csalódást okozni annak, akit szeret. Szerintem nincs annál nagyobb kereszt, mint látni a csalódást egy barát arcán, amiért nem feleltünk meg az elvárásainak. Nagy fájdalom ez. Nem akarom, hogy Isten ezt érezze miattam. Neked sem kéne. Tehát történjék bármi jó, rossz vagy közömbös... Gondolj csak arra, Isten bízik benne.